Anna! Nehogy azt mondjátok, hogy 2019. január után csak úgy
csak úgy sztrájkolhattok, nem. Ez a bíróság minden ilyen ügyben el fogja utasítani az igényeteket. Mert a demokrácia ezt a kormány zavarra. Kérdezhetitek tőlünk, ellenzéki képviselőktől, mit tudunk még tenni? Azt tudjuk tenni, amit eddig is beszélünk, csináljuk azt, ami a feladatunk. De azért azt tudnotok kell, hogy a nép nélkül és a nép támogatása nélkül mi képtelenek leszünk arra, hogy ezt a rendszert váltsuk, felváltsuk. Arra készen állunk, hogy bármikor a kormányzásban részt vegyünk, hiszen az ellenzék kiművelt emberkőkből áll, akik dolgoztak életükben, akik tudják, mi az a magyar nép érdeke. Sajnos a határok teljesen elmosódnak. Ma nincs jobb és baloldali beteg, nincs jobb és baloldali igazságszolgáltatás, nincs jobb és baloldali bármi, ami ebben az rendszerben az emberek életét befolyásolja. Itt van 9.700.000 magyar ember egyenlő jogokkal, egyenlő igényel arra, hogy itt jól éljük. Hiszen a legnagyobb adóteher ebben az országban terhel mindenki, legnagyobb jól éljük. Egy dolog azonban bíztat engem. Láttatok már olyan rendőrt, aki nem demokráciát akar? Láttatok már olyan ügyész, aki nem demokráciát akar? Láttatok már olyan fúrót, aki nem demokráciát akar? Vagy akár olyan tanár, vagy akár olyan adóellenőrt, aki nem demokráciát akar? Nem találtok ilyet. S miután ilyet nem találtok, Orbán Viktor bármit kitalálhat, bármikor a magyar népre szólíthatja rendőreit, katonáit. Ezt a parancsot tövegesen úgysem fogják soha teljesíteni. Szerdán hosszú órákon keresztül láttam Orbán Viktor viselkedését. Az elején a vidámság tüneges sürgés, az órák múltával egyre inkább a szavarodottság és a gyengeség látszik. Volt azonban körülötte 5-6 rossz kutyuk, akik ugyan még csicskát játszanak, mert semmi más nem tettek egész életükben, csak táskáját hordták egy nagy embernek. Ezek a rossz kutyuk, ahogy bízhatták arra, hogy helyes, amit cselekszik, ezek a rossz kutyuk lesznek az első, akik őt bizonyos pillanatban odébb fogják tolni. Ugyanezek a rasszputyinok pont olyan mocskok, mint amilyenek a hatalmasságok, de már az biztató, hogy aki Magyarországot vezeti, azok annak már rasszputyina is van. Azt kérem tőletek, kedves honfitársaim, hogy mindig figyeljetek, mi történik körülöttetek. Álljatok készen, amikor arról van szó, hogy ezt a hatalmat el kell zavarni. De soha, de soha a provokátoroknak ne engedjetek teremet. Ez a hatalom csak úgy tudja megőrizni magát, ha olyan helyzetet alakít ki, hogy erőszakra kerüljön sor. Szerdán minden jogszabályt megszavaztak, ami korlátlan lehetőséget adhat arra, hogy az országban a demokratikus intézmények működését leállítsák. Ezért arra kérlek benneteket, az erőszak határán soha ne lépjétek át, mert akkor ezt a hatalmat nem tudjuk elzavarni. Köszönöm a figyelmet! Thank you.
kell állnunk és el kell mondani a véleményünket, hogy azonnal. Én az utóbbi időben, az utóbbi napokban ennyi munkaügyi szakértőt, hát komolyan a Dunát lassan el lehet velük rekeszteni. Csak az a baj, hogy hülyeségekkel beszélünk. Az önként vállalt túlóra már önmagában egy olyan kifejezés, ami szerintem most bevonult a köztudatban, de szerintem ez úgy jön ki. Ki az a ember, aki többet akar dolgozni? Csak többet akarunk keresni. És semmi különlegeset nem teszünk, csak azt mondjuk, hogy ugyanannyit akarunk, mint egy határral nyugatabbra. De lassan már keletebbre is többet keresnek, mint mi. És ezek után cinizmusból azt mondani, hogy a munkavállalóknak jótevő kormány úgy tudja ezt a problémát megoldani, hogy egyébként nem a fizetéseket emeli, hanem a túlóra számát, hát azt gondolom, hogy ez mérhetetlen cinizmus. Na ezért kell politizálni. A családbarát év kapcsán, ugye családbarát munkahely díjat adott a kormány, de nem beszélünk a munka magánélet összeegyeztetéséről. Európa boldogabbik felén a családok megélhetik azt, hogy ők családban élnek. Kérem tisztelettel, milyen család az, ahol apa is 400 órát, anya is 400 órát, és a gyereket azt hova berakjuk a hűtőbe, hogy ne szóljon semmit? Tehát, hogy milyen családmodell van annak a családbarát kormánynak a fejében, azt ezek után elképzelni se tudom. Hogy van ez a magyar munkásnőknél? Hát 20%-a kevesebben keres majdnem 10 nap férfi. Akkor ezek után a 400 órát? Amikor azt mondják, hogy a 36 óra munkaidő keretben minden hónapban el fognak számolni a túlórával, ez kérem tisztelettel, szintiszta hazugság. Ugyanis a munkaidőkeret, meg a havi elszámolás, azok egyáltalán fogalmilag kizárják egymást. De mégis minden médiában magukkal szakértőnek kinevezett emberek ezzel védenek bennünket. És én azt gondolom, hogy ez a 400 óra tudóra, ez egy báránybőrben való harmas. Ugyanis lehet, hogy a 4,4 millió foglalkoztatottnak egy jelentős része ugyan, de nem mindenki érintett ebben. De kérem tisztelettel, ez az ország már csak olyan, hogy a munkaadó egy jó példát, egy jó gyakorlatot, ami nekik jó, azt azonnal át fognak venni. És ahol nem vagyunk ott szakszervezetek, mert nem lehetünk ott mindenütt, és nem fogunk ott lenni, mert annyi korlát és annyi fék van beépítve az életünkbe, akkor ott bizony terjedni fog. És ha valaki azt állítja, hogy a ma magyar munkavállalók azonos a tőke képviselőjével, és ők azonos értékben tudnak alkotni, az sem mond igazat. Amikor azt sajnálják, vagy azt vitatják, hogy egyébként hát a szakszervezetek azok a jogaikat. Kérem tisztelt, a szakszervezeteknek jogosítványaik vannak. És azt gondolom, hogy nekünk állampolgároknak vannak munkavállalóként jogaik, és azt viszont nem szabad így csorbítani. Az, hogy ma Magyarországon az érdekegyeztetés nem működik, az, hogy egyébként nem folyik diskurzus, az, hogy a nők és férfiak bére még mindig különbözik, az, hogy egyébként nem lehet semmilyen témát fölvenni, semmiről a szakszervezeteknek, mert az érdekegyeztetés az csak egy üres színpad, ezért azt gondolom, itt kell állnunk, és ezt most el kell mondanunk, hogy elég volt, itt a pont a vesző. A probléma az, és ami nekem a legjobban fáj, személy szerint kis képviselőként, hogy elfogadhatatlan az a módszer, hogy magát szakértőnek kinevező parlamenti képviselőnek egyszerűen a hátsó ajtón behoznak egy törvényt, és azt mindenfajta látszat parádéval megszavaztatják a parlamenten. Hát kérem tisztelettel! Milyen ország ez a miénk? Ezt rendes országban az érdekegyeztetésben beszélünk meg. Érveket, ellenérveket sorakoztatnak fel. Igenis meghallgatják egymást, ugyanis kérem tisztelettel, a szakszervezet soha nem áll a tőke oldalára. A szakszervezet mindig a munkavállalók oldalára áll, és az mindig a tőkéssel szemben van. Tehát mi az asztal másik oldalára ülünk. És ezért állok itt ma a magyar munkások nevében.
Én azt gondolom, hogy nem adhatjuk föl, vasárnap bizonyára még többen leszünk. Azt gondolom, Magyarországot nem a túlórák számán, hanem a munkabéreket kéne emelni, de ma még azt sem tudjuk, hogy jövőre mennyi lesz a minimálbér, mert az valahogy nem fontos, ez a 400 óra annál is fontosabb. Köszönöm, hogy meghallgattam. Magyar. Ez egész egyszerűen nem normális. Nem normális, hogy ezt mondják azokról, akik szemben állnak a Fidesz világával. Egészen egyszerűen nem normális, hogy csak azért, mert más gondolunk Magyarországról, Magyarország jelenéről és jövőjéről, mi nem vagyunk magyarok. Rajtuk át lehet gázolni. Bennünket nem kell figyelembe venni. Mindig azt mondják, hogy nekik többségük van. De ha valakinek többsége van, annak felelőssége van. Az a felelőssége, hogy figyeljen a kisebbségre. Ráadásul azt látjuk, hogy lehet, hogy a parlament a többségük van, de a társadalomban bizony nem biztos, hogy megvan ez a többség már. Különösen a szerdai rabszolgatörvény következtében. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy évek óta az ellenzéki megmozdulások, szervezték a civil szervezetek vagy pártok, nem tartottak sokáig. De valami megváltozott. Megváltozott szerdán. Mert a pártok megértették. Nem az számít, hogy mi volt 10 éve, 5 éve vagy 1 éve, hanem az számít, hogy mi lesz 1, 2 vagy 3 év múlva. És én azt hiszem, hogy ez az áloga a közös nagy európai ügyünknek, a közös nagy fontos nemzeti ügyünknek, az európai demokratikus, szabad, és ami ennél is fontosabb, szolidáris Magyarország. Mert azok, akik ma itt vannak, vagy azok, akik néznek bennünket, azok nem csak a rabszolgatörvény miatt vannak itt. Azért is vannak itt, és néznek bennünket a Facebookon vagy a televízión, mert megunták azt, ami az elmúlt években a parlamentben zajlott. Persze, folytatni fogjuk az ellenállást. Senki ne gondolja, hogy ennyi volt. Senki ne gondolja, hogy a szerdával és azzal, hogy véget ért most az országgyűlés ülése, vége volt az ellenállás. Vége van az ellenállásnak. És Kövér Lászlónak mondom, nem fáj a büntetés, egy percig sem fáj, ha ez az ára a szabad Magyarországnak, akkor minden nap büntessen meg! Minden héten büntessen meg! Vegye el a fizetést, vegyen el minden! Akkor is beszélni fogunk, mert nem adjuk, elég volt! Szerdán a parlamentben világossá vált számunkra, hogy nincsenek jogai! Nem hagyjuk! Szerdán a parlamentben világossá vált, hogy belül nincsenek jogaink. Akármit csinálunk, nem veszik figyelembe azokat a választókat, akiket mi képviselünk. Ugyanis tudomásul kell venni, hogy nem Vadai Ágnes DK-s képviselőtől veszik el a szót napirendelőt, hanem a mögöttünk álló sokaságtól, amikor elmondom nekik, hogy vegyék tudomásul, van út a börtönbe program, és ők vannak a részesei lesznek azért, amit ezzel az országgal művelnek. De nem csak mert nincsenek jogok, arról beszélek, hogy szabad sajtó, arról beszélek, hogy szabad vallásgyakorlás, azt mondom, hogy szabad népszavazás, azt mondom, hogy szabad választás, ezek csak üres szavak, elvették a tartalmát. Ma a magyar polgár egy jogot kapott a kormánytól, hogy szombaton is dolgozzon, hogy a családjától minél többször távol legyen. És ezt nem hagyhatjuk. Engedjétek meg, hogy pár szót szóljak ezekről a rendőrökről, akik itt állnak. Az elmúlt napokban sokan közülük elveszítették a türelmüket. Jogellenesen, össze-vissza fújkálták könygázzal a tüntetőket és a saját kollégáikat is. De egy dolgot fogadjatok el tőlem. Közülük nagyon sokan veletek, velünk vannak, de holnap el kell menniük kenyeret venni a gyerekünknek.
el kell menniük karácsonyi ajándékot venni a családnak. Ne rájuk haragudjatok, azokra haragudjatok, akik miatt itt vagytok, akik kiküldték ezeket az embereket ide az utcára, ide a Kossuth tér köré. A fideszes képviselőkre, a Fidesz kormányra. Nekik írjatok, menjetek el a fogadóóráikkal, hívjátok fel őket telefonon, használjátok az e-mailt. Van, akinek Twitter oldala is van, amin állandóan gyalázza ezt a közösséget és minden ellenzéki közösséget. Azt mondom, hogy az ellenállás az nem csak itt az utcán van, hanem minden eszközzel szembesíteni kell a Fidesz politikusait azzal a gyalázattal, amit műveltek az elmúlt években az országban. És higgyétek el, láttam az országgyűlésben. Orbán Viktor a cöpösökkel körülvéve szívesen rázza az öklét Brüsszel, Soros és mindenki felé. De ott a parlamentben, az ülésteremben, mikor megkértem, hogy ugyan legyen már olyan szíves és legyen oly bátor, hogy nézzen a szemembe, csak lesütötte a szemét, mert mikor szembesítjük azzal, hogy mit művelt ezzel az országgal, akkor nincsenek szavai, akkor csak szemlesütés és gyáva megfutamodás van. És ugyanez igaz Áder Jánosra, aki köztársasági elnöknek hazudja magát, közben pedig csak ennek a hatalomnak a bábja. Végül engedjétek meg! Láthattátok, hogy az elmúlt napokban a politikai pártok leginkább hölgyeket küldtek. Vasárnap ott leszünk mi is a tüntetésen. Az ellenzéki pártok, és ez borzasztó fontos, a DK-tól a Jobbikig egyezteti minden lépését. Én most hívom az ellenzéki pártok női képviselőit, a civil világ és a szakszervezetek női képviselőit. Mi is üljünk le, beszéljünk arról, hogy mi nők, és a fiúk most megbocsájtanak, de mi nők, akikről Budai Gyula azt mondta, hogy mi vagyunk igazán harcosak, hát hogyan tudunk még harcosabbak lenni? Mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükség van a harcra, a küzdelemre ezzel a kormánnyal szemben, de szükség van arra a nyugalomra, arra a tisztességre, arra a karácsonyi hangulatra, mert Jézuskát azért mi is szeretjük, mondanám Latorcai Jánosnak. Szóval amit képesek vagyunk mi nők megteremteni. Gyertek velünk, segítsetek nekünk, ne maradjunk mi ellenzéki pártok egyedül ebben a küzdelemben. Ha most egyesítjük erőinket, akkor együtt, egymással, egymásért meg tudjuk csinálni a közös nagy álmot. Az európai tisztességes, szolidáris Magyarországot. Köszönöm! Sziasztok! Jó látni titeket! Már majd 16 órája, hogy nem találkoztunk. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy itt lehetek, és megint megcsináltátok ezt a tüntetést. Köszönöm, hogy itt voltatok tegnap és tegnap előtt. Itt lesztek holnap után és azután? Igen! Nem hallom. Igen! Megjavult az ülem. Az helyes, nagyon helyes. Mi történt? Tudták átnyomni? Hangosabban? Igen! Ezek az erkölcsi véglények megpróbálták átnyomni a rabszolgatörvényt. És mi nem tettünk mást, csak ellenálltunk, ahogy egy magyar állampolgárhoz méltó. Fogtam a kis telefonomat, és oda mentem Orbán pártelnökhöz. És beletoltam az arcába. És azt hitte, hogy ez semmi, és azt hitte, hogy ez nem számít, de ez a közvetítés nektek köszönhetően mára 2,3 millió emberhez jutott el. Lehet, hogy december 12-én én voltam a napembere. Az biztos, hogy december 13-án Donát Anna volt a napembere. És ma december 14-e van. És ma valaki közületek megint a napembere lesz, és 16-án és 18-án, és jövőre minden nap lesz valaki, aki viszi tovább az ügyet, aki viszi tovább a lángot. Van telefonotok nektek is? Van, ugye? Vegyük elő! Ha nem bénák vagytok, mint én, akkor le kell venni a kesztyűt. Öltözzetek melegen persze, de most próbáljátok meg bekapcsolni azt a híres lámpát. Az első része ismerős lesz. Kapcsoljátok be a telefonotokon a lámpát, az elemlámpát. Megvan?
és ne az ég felé tartsátok. Ne tartsátok az ég felé, mert nem fentről fog jönni a megoldás. Nem fentről jön a megváltás. A megváltást azt ti hozzátok el, mi hozzuk el. Úgyhogy fogjátok meg a telefont és fordítsátok a saját arcotok felé. Igen, ti vagytok azok, akik a megoldást el fogják hozni. És igen, szerintem szépen. Szerintem csillog a szemük, csillog a szemetek. Talán kicsit vakít a fény. Talán egy kicsit csípja a szemeteket a könnygáz. De ez megerősít minket. Megerősít minket, mert ezt az új ellenzéket a rendőrök gumibotjai kovácsolják össze. Megszokjátok a fényt, megszokjátok a könnygáz. Nem lesz ezzel semmi baj. Erősek vagyunk, és egyre erősebbek leszünk. Van médiák. Mi vagyunk a média. Mi vagyunk a nép, és miénk a hatalom. És bent a képviselők, én meg a többiek, azok a népet képviselik. Mert a parlament, az országgyűlés az a népképviseletnek a szintere kell legyen. És az új köztársaságban az is lesz. Úgyhogy most csináljatok megint egy nagy bulit, legyen megint egy ember a napnak, de ez nem egy-egy emberről kell, hogy szóljon. Nem szól a mikrofon. Ez... Orbán kikapcsoltad, nem? Bocskos Fidesz! Tudjátok, mi az az élő mikrofon? Igen! Mondok valamit, és kiáltsátok tovább, és hátul még tovább. Próbáljuk meg! Szóval! Ez nem egy-egy emberről szól. Ez közösségekről szól. Azért van ma rajtam ez a mellény is. Mert én nem Tordai Bence vagyok, hanem egy ember a Párbeszédből. És ti mindannyian. Közösségekből jöttök. Pártokból. Pártokból. Szakszervezetekből. Civil szervezetekből. Dolgozói kollektívákból. Munkások vagytok. Kék gallérosok vagy fehér gallérosok, mindegy. Dolgozók vagytok, vagy voltatok, vagy lesztek. Együtt küzdjetek. Demokrácia! 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 Együtt küzdünk a rabszolgatörvény ellen! Együtt küzdünk a rabszolgatörvény ellen! Együtt erősek vagyunk! Együtt erősek vagyunk! Együtt győzni fogunk! Együtt győzni fogunk! Vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok magatokra! És vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk egymásra! Sziasztok! Hello! Ötletes volt!
kell a kormánynak. Smuk kezébe fog beszélni az LMP-től! Mikrofonba! Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! Rabszolgatörvény helyett tisztességes béreket! Rabszolgatörvény helyett tisztességes megélhetést Magyarországon! Én kérdéseket teszek! Azt kérdezem, hogy milyen kormány az olyan, amelyik egy olyan törvényt fogad el, amikor az embereket arra kényszerítik, hogy havonta akár 150 túlórát teljesítsenek, hogy olyan lehetőséget adnak a munkáltatónak, hogy a harmadik év végén fizessék ki a béreket. És mi történik akkor, hogyha a munkáltató a cég tönkre megy? Ki fogja kifizetni? A kormány garanciát vállal érte? Nem! Milyen kormány az olyan kormány, amelyik a 21. században képes arra, hogy az embereket erre kényszerítse? Milyen kormány az olyan, amelyik a multinacionális cégeknek a markában van, és nem az emberek érdekét védi, hanem a multinacionális cégek érdekét védi? És azt kérdezem, milyen kormány az olyan, amelyik számára minden ember annyit ér, amennyie van? Milyen kormány az olyan, amelyik képes arra, hogy a társadalmi szolidaritást azt lerombolja? Ez nem más, mint a Fidesz kormány. Elegünk van! 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 Az Eurostat legújabb jelentése szerint Magyarországnál csak Bulgáriában élnek rosszabbul. Ma ott tartunk, hogy az ország teljesen szétszakadt a nagyon kevés gazdag emberre és az egyre több szegény emberre. Ma ott tartunk, hogy az emberek elmennek külföldre dolgozni. És akkor mikrofonban ma ott tartunk, hogy nem csak kevesek gazdagok és sokan szegények, hanem ott tartunk, hogy az ország is szétszakad. Nagyon szegény megyék vannak, és vannak gazdagabb megyék. Ez így nem folytatható. És azt is tudjuk, hogy nem csak a fiatalokkal bánik rosszul a kormány, befejezeti a tandíjat, hanem az idősekkel is. Az idősek egyre jobban leszakadnak a dolgozó rétegtől. Arra nem képes volt a kormány, hogy a minimum nyugdíjat, ami 28.500 forint, megemeljen. Számos esetben kértük a kormánytól, gyakorlatilag kinevettek bennünket, és nem teljesítették. Ez így nem folytatható. Mi vezetett idáig? Nagyon sokszor elmondtuk az országgyűlésben, hogy a kormány gazdaságpolitikája ide vezet. Nem lehet azt folytatni, hogy minél olcsóbban, minél alacsonyabb, minél kevesebb bérnél dolgozzanak az emberek. A kormány csak akkor eszmélt rá, hogy a béreket emelni kell, amikor azt vették észre, hogy baj van, az ország kezd kiürülni, elmennek a fiatalok külföldre dolgozni. Szégyen! Nagyon későn ébredt fel a kormány. Változtatni kell. Képes volt a kormány minden tiltakozás ellenére ezt a rabszolgatörvényt bevezetni. Hiába küzdöttünk szerdán az országgyűlésben, hogy ne szavazzák meg. Megtették minden ellenére. Miben reménykedhetünk? Sokat ettől a kormánytól már nem várhatunk. Viszont követeljük közösen azt, hogy a kormány mégis mondja vissza ezt a rabszolgatörvényt, és hogy Áder János ne írja alá. Csak azt szeretném mondani, hogy
senki ne a rendőrökre haragudjon. A rendszerre kell haragudni, nem a rendőrökre. És a tüntetés, mert ezennel hivatalosan vége van. És jönni fog, mert jönni kell. Bizony, vége van hivatalosan a tüntetésnek. Egy jobb kor, mert utána buszfolynák.